Kaktusz egy, mintegy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő András és G. Fodor Gábor beszélgetése. Szervusz András, itt vagyunk. Szervusz Gábor. Hosszú nyár után, úgy látom, hogy Gerő nyomozó meg G. Fodor nyomozó újra munkába állt. Igen. Baljóslat közeledik. Milyen érdekes, hogy ez a baljóslat, ez a negatív konnotációjú szó is a ballal kezdődik, de ezt majd kitérhetünk rá, hogy van ennek valami magyarázata. Van egy javaslatom, hát vonjunk egy mérleget. Én áprilistól húznám meg azt az időszakot, ahol még mérleget kellene vonni, és az a szempontom, hogy mi változott április óta, és mi az, ami állandó, ami fel fog merülni, mint egy megváltoztathatatlan sajátossága a politikai konfliktusoknak, meg politikai erőtérnek. Mondj te néhány dolgot, aztán vagy egyetértek, vagy kiegészítem, vagy cáfolom. Mondjál te előbb. Jó, hát szerintem maradt a Fidesz, igen. És maradt Gyurcsány is. Ugyanakkor ez az állítás kiegészítésre szorul, hogy ugyan van a Fidesz, amely, hát mindenki tudja, hogy brutális mértékű győzelmet aratott, és a mai nap híre ugye Dobrev Klára árnyék kormányt alakított, tehát Gyurcsány van, és csak Gyurcsány van a baloldalon, de ettől függetlenül én úgy látom, hogy a politikai erőtérnek ez a rivalizáló jellege, hogy van az ellenfél, és hozzá képes kell valamit mondani, ez nagyon sovány lett, tehát leszűkült ennek a logikának az érvényessége. Van egy domináns kormánypárt, és jönnek a problémák. A problémák megérkeztek, és kormányzásra várnak, és a baloldal az pedig a partvonalon kívülre szorult. Láthatjuk a helyhatósági választásokból is, hogy ahol a Fidesz elindult, ott tulajdonképpen nyert, és bárki indult el. Majdnem nyert mindenki. Igen, hát igen, igen, majdnem. És bárki indult el az ellenzék részéről, tulajdonképpen majdnem mindig vesztett. Szerintem ennek egyébként nincsen hosszú távú következménye, de mégis azt szeretném kérölni, mint egy állandó tényezőt, hogy itt van egy brutálisan erős Fidesz, ellenfél nélkül, úgyhogy megmarad Gyurcsány. Ez a belpolitikai erőtér. Ami változott, ez egy nagyon fontos változás, a háború következményei okán, egyfelől a világrend, amiben elhelyezkedik a magyar politika, másfelől szerintem a magyar politika mozgástere is megváltozott az európai politikai térben, és jön valami egészen új kihívás, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy a európai cselekvő kormányokra, meg politikai versengő erőkre egy új feladat vár, én ezt így hívom, hogy düh management. Szerintem az emberek dühösek lesznek, a szankciók, a háború hatásai olyan nem látott tapasztalatokhoz vezet minket, amit nem ismerünk, nem tudjuk rá a politikai megoldást, de az biztos, hogy valamit kell kezdeni az emberek indulataival. Abban biztos vagyok, hogy az emberek indulatosak lesznek. Szerintem a Fidesz az elmúlt 12 évben megoldotta azt a feladatot, hogy az indulatot kivezesse a politikából. Nem volt olyan társadalmi megmozdulás, nem volt olyan politikai feszkó, ami tulajdonképpen egy erőszakos vagy agresszív társadalmi megmozdulásba vezetett volna. Én bízok abban, hogy ez jövőre nézve is így lesz, de nem vagyok benne biztos, hogy Nyugat-Európában is így lesz. Tehát azt gondolom, hogy a cselekvő kormányoknak nem csak válságot kell kezelni, hanem a indulatokat is menedzselni kell. Egyelőre ennyit bocsátanék előre. Én egyetértek veled abba, nem olyan nagy dolog ezt tekintetben egyetérteni, hogy brutális győzelmet aratott a 2000 április így is működő kormánypárt, és az ellenzék az nagyjából egészében, mint egységet fölmutató ellenzék, az se volt egyébként áprilisig sem valós egység, de hát jószerivel szétesett, és aki maradt, az láthatóan az a DK, amik a legszervezettebb erő, ezzel együtt egy középpárti szinten van ez az egész társaság, de mégiscsak ők a magja ennek az ellenzéknek. És mindenki más az vagy társult, vagy konkurens tag ebben a
felállásban, de igazából nem nagyon rúg labdába. Köztünk szólva ez jó szerintem a kormánypártnak, mert itt tényleg létezik az üvegplafon jelensége. Nagyon kevéssé valószínű az, hogy a magyar nép még egyszer bizalmat szavazna Gyurcsány Ferenc pártjának, már elsöprő többséggel. Mindazonáltal azért egy picit differenciálnám ezt a képet, mert te azt mondod, hogy hát brutális erővel győzött a Fidesz, megmaradt. Igen, de szerintem nem biztos, hogy ez ugyanaz, mint ami volt. Ugyanaz a Fidesz? Igen. Természetesen ugyanaz a miniszterelnök, ő a politika centrumában áll, nagyon nagy valószínűséggel nélküle és ellenére semmi nem tud történni a kormánypárton belül. És csak találgathatunk, hogy ez alatt, 5 hónap alatt mire jutott. De én a kormány alakításból már azt a következtetést vontam le, hogy olyanokat is bevont a kormányba, akik eddig bizonyos értelemben a partvonalon álltak. Annak idején azt írta a kormánypárti sajtó, hogy ez minden idők egyik legerősebb kormánya. Azért az elmúlt 5 hónap nyomán én nem gondolom, hogy ez egy igaz állítás lenne. Ennek a kormánynak vannak kifejezetten számomra gyenge pontjai. Egyszerűen 5 hónap alatt nem tudtak megnyilatkozni úgy, hogy bármi értelmét mondtak volna. Ez az egyik, tehát hogy én egy váltást is érzékelek. Szóval hiába maradtak ugyan ők, de van egy váltás. Ennek a váltásnak jele például az, hogy a választások előtt nagyon erősen forszírozták ezt az egész kulturális hegemónia történetet. Kineveztek egy kultúráért felelős minisztert, aki nem, hogy most mindegy, hogy én egyetértek ezzel a kulturális hegemóniával vagy sem, de jó szerivel meg sem nyilatkozik a tekintetben, hogy mit akar a magyar kultúrával. Vagy mit akar egyáltalán a kulturális mezőben, miközben a soft politikának ez egy nagyon-nagyon lényeges része, és a Fidesz jó volt eddig soft politikában. Ez egy példa volt. Tehát, hogy ezt nevezette lelki kenyérnek, igaz? Igen. Tehát kell spiritualitás is a politikához. Itt én semmilyen kontinuitást nem látok, vagy nem érzékelek. A másik, hogy voltak kiemelt területei a kormányzatnak, intézményesen is, így volt például a Budapest problémája. Látszólag úgy tűnik, hogy ezt egy-egybe elengedték. Elengedték, tehát szétverték a Budapesttel foglalkozó államtitkárságot, szétverték a Budapesti Fejlesztési Központot. Ez is egy diszkontinus elem szerintem ebben. Tehát még tudnék példákat sorolni, de én azt mondom, hogy igen, nagyon győztek, de éppen azért, mert nagyon győztek, ez nem biztos, hogy jó, mondjuk így, nem csak az országnak, hanem nekik is. Mert egy olyan gátlástalanságra ösztönzi, éppen azért, mert gyakorlatilag megszűnt az ellenzék, és csak ez a Gyurcsányféle párt maradt, hogy amivel szemben nyilvánvalóan nyerő helyzetben vannak, hogy úgy gondolják, hogy ez egy forever, örökre szóló nyerő helyzet, és kevésbé figyelnek oda arra, amire oda kellene figyelni. Azt akartam tőled kérdezni, hogy ennek, hogy ugyanaz a Fidesz, de mégsem az, nem lehet, hogy van-e magyarázat, hogy van oka. Tehát nem csak a kormány összetétele, tehát a személyi kérdésben rejlik a magyarázat, hanem abban is, hogy megváltozott a kontextus. Van, amivel egyetértek a helyzet értékelésedből, én is azt gondolom, hogy ez egy más felfogású kormányzat, és nekem is vannak olyan kritikai észrevételeim, hogy én tudom a politikából, hogy a győzelem egy napig tart, és azzal, hogy megsemmisült az ellenfél, én úgy látom, hogy a kezek néhány helyen a magasban maradtak, tehát hogy dacára annak, hogy szeptember közepe van, még mindig áprilist írunk, miközben a kontextus jelentősen megváltozott. Tehát itt van, arra próbáltam utalni, itt van egy háború és a következményei, mert sok csatát megélt a Fidesz, meg kipróbált emberekre van szükség, ezzel is egyetértek, de ez egy új helyzet. Egy olyan új helyzet, amit önmagában a magyar politikai elit nem tud megoldani. És azt gondolom, hogy olyan kihívások lépnek fel a kormányzással kapcsolatban, amelyeket eddig nem feltétlenül ismertünk. És azon gondolkodtam, itt teszek egy javaslatot, hogy
amikor még az egyetemen beszéltem a politikáról, akkor egy ilyen közkeletű feltevés volt, szerintem minden egyetemistának muszáj ismerni a Max Webert. A politikáról beszélve, ugye beszél érzületetikáról, meg felelősségetikáról. Hogy nem csak az a fontos, hogy az érzület tiszta lángja, aki ne aludjon, hanem felelősséget is kell vállalni a cselekedeteinkkel. Szerintem ez a helyzet viszont rámutat egy új etikára, amit a cselekvő kormányok elé állít a valóság vagy a sors. Én úgy hívom ezt, hogy eredményetika. Hogyha nem tudnak eredményt elérni, ha nem tudják megvédeni a választókat, ha nem tudnak biztonságot teremteni, akkor semmit sem ér az a elmúlt 12 év mondjuk a magyar példa esetében, vagy a nyugat-európai példák esetében a korábbi politikai teljesítmény, amit felmutattak, mert a politika jövőorientált, a bizalom az eredménytől függ, és a választók alapvetően hálátlanok. És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a kormány nem foglalkozhat önmagával, csak önmagával, nem ünnepelheti magát, hanem egész egyszerűen rá kell fordulni a helyzetre, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy eredményt érjenek el, ami megtartja a választópolgárok felé irányuló bizalmat. És én még ebben látok egy kis ilyen rázkódást, vagy idomulást, hogy hogy is lehet ezt az új helyzetet kezelni és az eredményetikának megfelelni. És lehetne úgy érvelni, hogy például a Budapest kérdés, vagy a kulturális tematika azért... Ezek példák voltak. Igen, például azért szürkül el, mert hogy itt a háború, és akkor most csak az a fontos, hogy a gazdasági védelmét megadjuk a magyar állampolgároknak, meg a nemzetnek, lehetne így érvelni. De mi van, ha nem csak erről van szó? Én nem tudom, hogy csak ez a számítás lép-e életben. Nem hiszem, hogy minden a költségekről, meg számokról, meg pénzről szól. Tehát ebben osztozom veled, hogy a politikának kell, hogy legyen spirituális magja, valami, ami felemel. Igen. Nekem az egész Fidesz történet arról szól, hogy a testtartást változtatta meg 2010 után, hogy lehet hinni önmagunkba, tehát lehet eredményeket elérni. És hogy ezt a spirituális alapot szerintem nem szabad feladni. De úgy látom, hogy ami a döntő változás, még egyszer mondom, hogy egy olyan vizekre evezett a hajó, ahol nem járt korábban, és a tenger háborúk. Igen, Gábor, de ha egyetértünk azzal, hogy mondjuk, ahogy az egyes embernek is van spirituális eszenciája. Most mindegy, hogy valaki istenhívő vagy nem, azért használom inkább a spirituális szót, vagy a lelki kenyér kifejezést, mert nem a istenhitről szól, tehát nem egy világnézeti kérdésről. Mi emberek ilyenek vagyunk, még a legdurvább lelkű embernek is van olyan érzelmi igénye, ami túlmutat a mindennapi érdekein. Ez igaz a politikára is. És én azt érzékelem, hogy itt ez mostan elveszőben van, ez a nevezzük így soft politikai dimenzió, és ez olyan következménnyel jár szerintem, hogy ez egy visszahatás e tekintetben, hogy az emberek előbb-utóbb keresnek spirituális fogódzókat. És ha megnézed, hogy ennek milyen óriási jelentősége, napi szinten át lehet élni most Nagy-Britannia kapcsán, hogy van egy idős asszony, akit eltemetnek. Hogy micsoda erő van abban a spiritualitásban, amelyel ezt teszik. Tehát egy egész országot ránt össze, függetlenül attól, hogy kinek mi a politikai vagy egyéb meggyőződése. Tehát ennek igenis nagy jelentősége van, ennek a spirituális dimenziónak, és például, amit kultúraként felhoztam, kultúrás területen felhoztam példaként, az arról szól, hogy gyakorlatilag ez szinte megszűnt. Tehát az elmúlt 5 hónapban jelét nem láttam ennek. De nem csak ez az érdekes, hanem az is érdekes, hogy lehessen egy nemzetnek, egy politikai közösségnek nagy célokat kitűzni. Ez is nagyon fontos, ez is a spiritualitás része. Túl kell élni, olyan kihívások jönnek, erről már nyilván beszélünk, amikben túl kell élni, de azért azt mindig el kell mondani, hogy miért kell túlélni. Miért kell túlélni. Egyet értek. Bocsánat, ha megnézed, akár a
a szövetségesek propagandáját a II. Világháborúban, akár a szovjetekét, akár a nácikét, mindegyik a maga világképe alapján meg akarta indokolni az embereknek, hogy miért kell megnyerni ezt a háborút. Együtt értek ezzel, én, ha megengeded, mondjuk a küzdők vagy a politikai hivatás spiritualizmusára fordítom le az én nézőpontomból ezt a helyzetet. Nekem van ezzel kapcsolatban egy, ha úgy tetszik, tételmondatom, hogy szerintem a sikerhez először szenvedni kell. És hogy ami a te problémád lehet az elmúlt időszakban, én azt úgy fordítanám át, hogy a siker nem a sikerrel kezdődik. És hogy sokan vannak, akik sikerbe születtek bele, és én a kipróbált emberek spiritualizmusát úgy is értem, hogy egész egyszerűen, aki megszenvedett már a sikerért, tudja, hogy áldozatokat kell hozni, az a te kérdésedre is tud választ adni, hogy miért csináljuk mindezt. És nekem ezzel kapcsolatban van hiányérzetem az elmúlt néhány hónappal kapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy kialakult ez a légkör, hogy a siker a sikerrel kezdődött, ez már mindig így marad, sokan vagyunk, és nagyon sikeresek vagyunk, és hogy elfelejtettük a szenvedésnek az etikáját. Hogy először szenvedni kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és úgy tudunk választ adni, hogy de hát miért hozzuk ezeket az áldozatokat, miért csináljuk? Mert ha csak a siker egyesít minket, ha jönnek a nehézségek, akik a sikerben társultak ehhez a történethez, le fognak szakadni. És megpróbálom politikai nyelvre is átfordítani. Szerintem a Fidesz egyik nagy politikai teljesítménye az volt, hogy nem csak politikai többséget tudott elérni az elmúlt 12 évben, hanem társadalmi többséget is felépített. De a társadalmi többség az nem úgy tevődik össze, hogy mindenki fideszes, hanem úgy tevődik össze, hogy van, aki érdekeinél fogva, nem csak értékeinél, spiritualizmusánál fogva kapcsolódott rá a Fideszre, hanem érdekeinél fogva is. És az a helyzet, hogyha a Fidesz meg akarja őrizni a távlati terveit, akkor meg kell kísérelnie egybetartani ezt az egységet. És szerintem ez óriási feladat. Különösen akkor óriási feladat, ha nagy a baj. És én tényleg azt gondolom, hogy baljóslatú ősz előtt állunk, nagyon nagy nehézségek jönnek, és ezek a nehézségek leérnek a földig. És valamit üzenni kell ennek az egységnek. Ironizálhatnák, nem tudom, láttad-e a Gladiátor című filmet? Igen. Hogy amikor ugye ott vannak az arénában, és akkor azt mondja a hős, hogy bármi jön ki onnét, maradjunk együtt. Ez a feladat. És szerintem most ez a feladat, és én ebben érzek egy késést, hogy a kezek magasban győztünk, nincs ellenfél, de közben a valóság ott kopogtat, nem kopogtat, ott rúgja be az ajtót, és fenevadak fognak kiáramlani. De Gábor, hadd kérdezzem meg tőled, ha egyetértünk ebben, és mondjuk igaznak gondoljuk ezt a tézist, hogy nagy győzelem volt, az ellenfél gyakorlatilag megsemmisült, illetve ami belőle maradt, az olyan, ami bármikor legyőzhető. Tehát gyakorlatilag, ezért lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag nincs ellenfél. Jó. De egy ilyen időszakban, különösen amikor jön ez a nagyon sok probléma, amire utaltál, és nyilván ebben a fél év során sokat fogunk erről még beszélni, akkor vajon nincs-e itt az ideje annak, hogy egy ilyen nagy győzelem után valamelyest értelemben a győző egy kicsit önkritikus legyen. Tehát például azt mondja, hogy mindent megtettünk azért, hogy ilyen meg olyan problémát elhárítsunk, de kétségtelenül igaz az, hogy mi is követtünk el hibákat. Tudnék példát mondani a tekintetben. Mondok is egy példát. Igen, aztán majd bele lehet kötni, meg nem tudom mi. Ugye nagyon elszabadult ez az infláció. Nagyon. Ugye az mindig egy kérdés, hogy az infláció ellen általában a jegybankok, már ahol van nemzeti bank, ugye, mert az Európai Unióban nem, igen, mert közös pénz van, tehát nincs nemzeti bank az eurót használó országokban, általában kamatokat emel, hogy hűtse az inflációt. De például a nemzeti bank esetében felmerül az, hogy időben emeltek kamatot, de időben történt ez? Nem kellett volna előbb egy kicsit kamatot emelni, hogy az infláció ne legyen ilyen nagyon magas? Ez egy önkritikus alapállás lenne. Én nem hallottam ilyet.
Bocsánat. Csak egy fél mondatot mondhatok, mert hát ha így közös nevezőre tud jönni, hogy spiritualizmusról beszéltünk, meg emberi vonások szenvedésről. Hogyha jól értem, akkor te a kormánynak az emberi oldalát hiányolod, tehát az, hogy tévedhetek, tökéletlen vagyok, esendő vagyok, nem vagyok tökéletes, nézd meg vannak rossz döntések. Igen, nézd meg a kormányzati kommunikációnak a problémák esetében a fő, nevezzük így, ellenfél irányai, hát értelemszerűen a háború. Most nem azzal, hogy kifelel miért, maga a háború, mint jelenség, hogy milyen problémákat okoz. Probléma nekik az Európai Unió, probléma adott esetben a migránsok, probléma Soros, igen. Én ezt mind értem, és mind vannak hozzá érveik. Azok vagy jók, vagy nem jók, de vannak. De soha nem hallottam egy olyan érvet, hogy igen, mi így gondoljuk, de mi is hibáztunk itt és ott. Hát te hallottál már egyetlen egy ilyen magyar politikai vezetőt, köztünk szóval egyetlen egyet hallottam most az elmúlt hetekben, hogy két miniszter is azt mondja, hogy a kormányzat ősbűne az volt, hogy nem épült meg Paks 2. Most nem arról szól a történet, hogy ezzel egyetértek vagy nem, mert nem tudom megítélni. De ez volt az első olyan hang, ami kormányzati ember tekintetében elhangzott úgy, hogy ezért mi felelünk. Megpróbáltam visszapörgetni emlékezetemben az elmúlt néhány hónapot, hogy tényleg hallottam-e ilyet, nem jutott eszembe semmi. A te példád persze hallottam, és így már eszembe jutott, hogy volt ilyen megnyilatkozás. De azt hiszem, hogy ezzel a hiányérzeteddel együtt tudok élni. Tehát, hogy igen, tehát, hogy megpróbálom ezt is politikai nyelvre átfordítani, hogy nekem a Fidesz sikere eddig abban állt, hogy megpróbált közel lenni az emberekhez, közel lépett hozzájuk. Hogyha a kormányzók tökéletesek, ha nincs rajtuk fogás, ha minden csodaszép és erényesek, szépek, és nem követtek el hibát, akkor ezzel növelik a távolságot a választópolgároktól, akiknek az élete esendő, teli van az életünk hibával, bűnnel, vétekkel, stb. Nem szeretjük elismerni. Most nem tudom, mi történik itt az első adásban, de valahogy el kell indítani a második évadot. De igen, azt gondolom, hogy egy esendő kormány, amelyik azt mondja, hogy de hát hülye voltam, mert hogy a hétköznapi életben tudunk ilyet mondani, nem? Igen. Lehet, hogy nem azt mondjuk, hogy hibáztam, mert az egy kicsit sok. Igen. De hogy azt mondjuk, hogy hülye voltam, az így belefér, és valahogy szimpatikusabb lesz a másik előtt ez a magatartás. És szerintem most, még egyszer mondom, amikor közeleg az ősz, és nyomába betör majd a tél, és nagyon komoly kihívások lesznek, szerintem ez belefér, hogy egy kormány azt mondja, hogy ebben és ebben a kérdésben hülye voltam. Ehhez képest... Igen, nem látom a jeleit ennek. Na de én ezt hiányolom, tehát, mert ez köztünk szólva egy hitelességfokozó történet lenne. Nevezetesen a tekintetben is az általuk megnevezett ellenségképeket, vagy ellenfélképeket is kontextualizálni, hitelesebbé tenni. Mondom, akkor maradjunk abban, hogy ez neked is, hogy így mondjam, hiány, nekem meg végkép az én világképemben, ez valahogy kellett volna. Zárójelben megjegyzem, hogy, és itt hadd hozzam be, ha úgy tetszik, egyfajta mérsékelten pozitív kontextusba a Fidesz által nagymértékben károsztatott Gyurcsány. Azért a Gyurcsány kormányzása egy pillanatában, igaz, hogy egy zárt körben, de egy radikális önkritikát fogalmazott meg. Ez volt az összödi beszéd. Nem várom ezt el, mert ha nyilvános, és a magyar kultúra nem szereti a nyilvános gyónást. Tehát nem szereti. Ezt is elfogadom. De azért az beleférne, hogy lassan ugye 12 évi kormányzás után egy kormány mondhatná, hogy valamit nem úgy csinált, ahogy kellett volna. Ezt azzal tudnám megmagyarázni egyébként, hogy szerintem a Fidesz sorra nyeri az eredményvitákat, mert kétségtelen az elmúlt közel másfél évtized csak az eredményekről szól. Szerintem szinte minden eredményvitát megnyert a Fidesz, viszont a stílus vitákban van, hogy alul marad. Hogyha van egy olyan kormány, egy olyan brutális győzelmet elérő politikai erő, amely
nem tud emberi lenni, vagy nem tud gesztust mutatni a másik felé, szerintem az vereséget jelent a stílusvitában. Eddig mindig az eredményviták döntöttek. Az a kérdés, hogy a stílusvitáknak van-e jelentősége. Szerintem ebből valamit megértett a Fidesz, mert egyébként ez a generációváltás, amit végrehajtott, vagy a női szereplők feltűnése a kormányban, vagy a politikai elitben, ezt én annak is betudom, hogy felismerte a Fidesz, hogy a stílusvitáknak is van jelentősége a mai politikában. De én, ha úgy tetszik, még többet várnék el az emberek felé fordulást, mert hogy szerintem az emberek nem hülyék. Tehát, hogy persze van a politikai harcoknak egy tétje, meg egy kommunikációs sémája, de az emberek leveszik, hogy mi történik. És ebben egyenesen fordulni feléjük, például azt mondani, hogy hát tényleg baj lesz. Igen. Az szerintem egy olyan gesztus, amit egy ilyen erőtől, amelyik egyébként tényleg ledominálta a magyar politikai erőteret, ezt elfogadnak az emberek. Ugyanakkor meg hagyj védjen meg annyiban a Fideszt, hogy hát az, hogy az ellenfél nincs, vagy gyenge, az hát csak részben magyarázható a Fidesszel. Tehát az ellenfél politikai impotenciáján is múlik. Hát most olvastam, csak egy fél mondatot szeretnék mondani, hogy most olvastam, hogy Dobrev Klára felállította az árnyék kormányt, aminek nyilván semmi értelme nincs. Csak arról szó... Bocsánat, az árnyék szónak, ha megnézed a magyar szinoníma szótárt, nagyon sok tartalmilag szinoním jelentése van, túlvilágot is jelent, szellemet is jelent, és kísértetet is. Tehát lehet kísértett kormánynak is. Kísértett kormánynak hívod. Nekem ez, tehát egy komolyra fordítva a szót, majd komolytalanra is, komolyra fordítva a szót arról szól, hogy csak Gyurcsány van, tehát erről a bejelentésről szól, mert egy árnyék kormánynak praktikus értelme, pragmatikus jelentősége nincs. Igen. Nem számon kérhető, nem végez feladatot, nem következik belőle semmi. Viszont jelzi, hogy csak én vagyok. És ironikusan fogalmazva végig böngésztem a névsort, és láttam, hogy szegény Arató Gergelyt a kormányzati programok végrehajtásáért felelős miniszternek nevezik. Hát egy árnyék kormány, amely nem hajt végre programot, nincsen feladata, nem számon kérhető, ez a szegény ember mit fog csinálni az árnyék kormányban? Tehát nekem ő a szimbóluma ennek a semmittevésnek. Azt gondolom egyébként, hogy ezzel, és így kezdtem a felvezetését annak, hogy mi maradt, hát Gyurcsány maradt, de ezt az ellenzéket is bezárta egy karanténba. Mert ez azt jelenti a Fidesz számára, hogy csak a régi ellenzék van, amit pedig úgy hívnak, hogy Gyurcsány Ferenc. Ez fő nyeremény. Igen, végighallgattalak. Türelmes voltál. Igen, de én nem ehhez viszonyulnék, hanem ahhoz viszonyulnék, hogy itt van egy nagyon nagy politikai legitimációval rendelkező kormány, itt van egy teljesen szétesett és valóban a DK által dominált ellenzék, amelyik most önmagából kitermelte azt a politikai dramaturgiáról szóló ötletet, hogy ő akar formailag is uralni mindent a médiatérben, ezért hozott létre egy árnyék kormányt, vagy kísértett kormányt. Igen, ez az egyik dolog, de mégis ugye, ahogy amire te előbb utaltál, hát itt jönnek szembe a problémák az országban. Nem csak az országban, hanem Európában is. És ezek közül ugye nem csak az infláció, amiről már beszéltünk, vagy amit szóba került, de itt van az, hogyha energiaválság lesz, illetve van, de hogyha ez elkezd a tél során begyűrűzni a gazdaságba, akkor itt lehet munkanélküliség. Nem véletlenül hoztak létre munkahelyvédelmi alapokat, meg ilyesmi, mert ők is tudják, hogy ez egy veszély, hogy az emberek elvesztik a munkájukat, amire az egész Fidesz politika épült egyébként, hogy a munka hogy ők hívták munkaalapú társadalom, hogy mindenkinek legyen munka, és valóban szinte teljes foglalkoztatottságon az országban. Ha elvesztik az emberek a munkájukat, akkor nem lesz jövedelmük. Szóval itt elindul egy láncreakciósor, vagy elindulhat, amivel most te úgy mondod, hogy a cselekvő kormánynak valamit csinálni kell, hát minden kormány cselekszik, csak kérdés, hogy tud-e és jót tud-e. Jót és jól ebben áll a nagy titok, hogy képes-e jót és jól csinálni, és itt az a probléma, hogy miután nincs versengő fél, amelyik rákényszerítené arra, hogy minél többet hozzon ki magából, így gyakorlatilag itt vannak egyedül, minimális önkritikai reflexivitással, és egyáltalán nem megnyugtató számomra,
hogy minden esetben a helyes megoldást tudják-e megtalálni olyan problémákra, amiknek lehet, hogy nincs is megoldása. És akkor kiegészíteném azzal, amit mondtam, hogy közben eredményt kell elérni. Mert egyébként elpártolnak az emberek, elveszítik az emberek bizalmát. És ez egy olyan feladvány, mondom, ami szerintem egy új helyzetet jelent. És azért beszéltünk is róla, ha ez a második évad, meg egy újabb nekifutás a nyomozati munkánkban, akkor talán megegyezhetünk abban, hogy a politikai erőtér cica harcai helyett mellett azokról a kihívásokról, veszélyekről, problémákról fogunk beszélni, amelyek ebben az új helyzetben elénk tárulnak és megoldandó feladatként jelentkeznek. Egyetértek a tematikával is, de azt előre bocsátanám, hogy én általában egy optimista természetű ember vagyok, de most, ahogy körülnézek Európában és a világban, beleértve Magyarországot is, mélyen nem osztom a miniszterelnöknek azt az optimista kijelentését, hogy Magyarország egy nagy válsághullámban lokális kivétel lehet. Innen folytatjuk. Kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és ha tetszett az adást, nézzenek minket vissza a YouTube-on is.